fogunk festeni. Mégpedig céklalébe és a hagymának a héjába fogjuk beáztatni a megfőtt tojásokat, de hogy még szebbek legyenek a tojásaink, a berzselés módszerét választottuk most, amit szeretnénk nektek megmutatni. A berzseléshez szükségetek lesz majd mindenféle növényekre, amit a kertben találtok, amit már itt kibújtak. Szükségetek lesz még régi harisnyákra, ebbe kell majd beletennünk a levelekre és a tojást. És utána én már előre megfőztem a hagyma héjából készült lét és a céklalét, és ebbe kell jó sokáig áztatnunk a tojásokat. Mikor ez elkészült, akkor szedjétek le majd a harisnyát, és szalonna héjával tudjátok szépen fényesíteni a tojásokat. Lássunk is hozzá, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. Tojásokat körülbelül egy óráig hagyjátok ázni a festőlébe. Mikor kiveszitek, hagyjátok egy kicsit megszáradni, utána le tudjátok bontani róla a nylon harisnyát, és majd meglátjátok, hogy milyen csodás tojásokat alkottatok. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk nektek! És sok lucsolót, sziasztok!